Na? Picit kihúzod magad? Hát, de én nem tudok így ülni, anya. De nem is úgy kell ülni, hanem normálisan, te ne így ülj meg. Sziasztok. Sziasztok! Én Bibi vagyok. Én pedig Geri. Én is. Mi vagyunk a Bibi Book Club! Ma egy szuper könyvet hoztunk nektek egy elsőkönyves írónőtől, mégpedig Samantha Downingtól, az elbűvölő feleségem. Nem te, nem rólad van most szó, ne vigyorogjál. De igen, én ez is elbűvölő vagyok. Egyébként nekem tetszett. Nézd el, mintha együtt szólnám a kést a nővel. Tényleg, de jó. Szóval, az Agave kiadó gondozásában jelent meg a történet az idei évben. Jó lett a borító. Mert hogy egyébként, ha megnézitek, akkor ott egy pasi a késben. Mi az a nőnek a feje, te? Miről beszélsz? Ott van mögötte a férje. Ja, hogy mögötte? Jó, hát én azt idáig észre sem vettem. Ez most komoly. Csak szívad. Nem. Szóval az Agave kiadónak köszönjük szépen, hogy biztosította nekünk ezt a példányt ebből a remek műből. Na most ez egy kriminek, inkább ilyen pszichotriller, igen. Nem pszicho, de thriller. Semmi mástól nem szól, mint egy elbűvölő feleségről. Kicsit ilyen született feleségek hangulata volt neki, tehát hogy... Hát, nem, mert az inkább ilyen vígjáték jellegű sorozat volt. Hát ez meg kicsit a nyomasztó részét. Ez meg inkább végjáték. Van egy házas pár, akikről ugye szól ez az egész, akiknek van két gyerekük. Nem elhanyagolható körülmény a két gyerek természetesen, de főként így a házasság feldobásáról szól ez a dolog. Ugye a fülszövegben is benne van, tehát nem spoilerezem el, hogy hát azt mondja a férj, hogy hát elkezdtek unatkozni, és azért fel akarták dobni a házasságukat egy házas kis életünket. Izgalom. Így van. Hogy ez miben merül ki, ugye eljön ez a kor, gondolom minden egyes házasságban, ahol ez szóba kerül, nálunk még nem jött el. Nem. Szóval, hogy igen, azt találták ki, hogy ők majd nőket fognak gyilkolni. Végül is nem tudom mennyire normális, szerintem sem mennyire. Elég sok minden megfogott ebbe a sztoriba. Tudom, hogy amikor az első fejezetet elolvastam, akkor ez egy ilyen publikus helyen olvastam, egy busz megállóba, és tudni kell, hogy 9:30-tól itt az idősebbek ingyen utaznak. És egy halom idős néni, meg egy-két bácsi állt a busz megállóba. Nagyon már nem én meg elővettem. Elővettem ugye ezt a borítójú könyvet, elolvastam az első fejezetet, és akkor átnevettem, hogy rám nézett a néni, és így mondta neki, hogy jaj, bocsánat, elnézés, nem. Mondta, hogy hát, nagyon izgalmasnak hangzik ez a könyv. Mondta neki, hát, ha tudná! Én olvastam másodikként a könyvet egyébként, és meglepő módon, mert amúgy én szoktam először olvasni. Meglepő olvasni. Módon egy csomó mindenre nem jöttél rá, pedig mindig rá szoktál jönni. Tehát azért jól, is volt jól. Jól meg volt keverve, meg jól meg volt írva igazából. Egy résznél jöttél rá, és nem akarjuk elszpoilerezni, hogy neked az ott gyanús, hogy egyébként. És akkor mondtam neked, hogy azért várjál még, mert ott tehát simán megeteti veled az írónő. Egy csomó mindent simán megetett veled. Mit szólunk a szereplőkhöz? Sok mindent nem tudtunk meg róluk egyébként. Így a házas életüket tekintve igen. Nagyon szabály. Meg azt, hogy a család milyen rendszertan mellett élte a kis életét. Igen. De magukról, ugye a személyiségükről úgy nagyon sok nem derült ki. Illetőleg hát főleg a férjnek a szemszögét nézzük, vagyis olvashatjuk. Ő neki a gondolatai és a... Hát neki a gondolatai és az érzései vannak és az érzései konkrétan. Vannak úgy megjelenítve, főleg. Többi szereplő az meg úgy vannak, meg teszik a dolgukat, de nagyon sok minden nem derül ki azért róla. Érdekes, mert egy csomószor volt olyan érzésem, hogy például a fiának a viselkedése, hogy azt amilyen jó kapcsolata volt a házaspárnak, én azt elmondtam volna a feleségemnek, hogy figyelj, egyébként ezt és ezt gondolja, tehát hogy ott ne tudja megfogni ezzel a fia. Még egy érdekes dolog, aztán lehet, hogy csak én emlékszem rosszul, de hogy annak ellenére, hogy a férről tudtuk meg a legtöbbet, neki nem tudtuk a nevét például. Igen. Tehát tudtuk azt a nevét, ami néven ismerkedett ugye a különböző áldozatjelöltekkel, és tudtuk azt is, hogy milyen nevek közül választották ki az álnevet, ugye? De az eredeti neve az nincs meg. Viszont az összes gyereknek, mind a két gyereknek tudtuk a nevét, tudtuk a feleségnek a nevét, a barátoknak a nevét. Viszont a férfi neve az nekem úgy nincs meg. Nem. És nem tudom, hogy amikor mondta, hogy választhattuk volna ezt, és ugye a végén megjelenik a második név, hogy az mit jelent? Hogy az vajon egy folytatást jelent, mármint annak a folytatását, ami megrekedt? Én azért nem hiszem egyébként, vagy pedig az igazi neve volt? Azért, hát nem hiszem, hogy az nem igazi nevét futtatták volna, mint tudhatod, figyelj, ott volt a fia meg a lánya.
A lány az inkább, ő inkább normális, és nagyon remélem, hogy nem... Szerintem ő volt az egyetlen így a történetben. A férfiról egyébként én azt tudnám mondani, hogy annak ellenére, hogy ezt kitalálták, és így ugye gyakorlatilag meg is valósították, ez sem spoiler, mert... Hát igen, de egyébként... De a férfi mégsem egy igazi, hogy mondjam... Nem, ő abszolút, nekem olyannak tűnt, hogyha nem találta volna ki... A elméleti részében vett részt a dolognak. Igen, a gyakorlat... Igen, pontosan ez az, hogy igazából... És van egy olyan momentuma a történetnek, amikor irtózatos nagy csavar van benne, amikor konkrétan azt éreztem, és te is, ahogy olvasod, folyamatosan azt érzed, hogy... Hát, hogy remélem, hogy elkapják őket, vagy hogy így, és még mindig nem, és még így keverik a sztorit, úgy keverik, és a legvégén van egy akkora csavar benne, amikor így azt mondod, hogy úristen, na most, ha ez lesz a vége, akkor az nek mi lesz az igazságos? Mert azért itt emberéletekről van szó, és az, hogy igazából engem az volt a különös, hogy amilyen bensőségesnek és őszintének mondta, a férfi, ugye a Tobias, ugye a kitalált néve a Tobias, tehát úgy nem tudjuk a nevét, de hogy a Tobias amilyen bensőségesnek és őszintének és egyenlőnek írta le ezt a házassági kapcsolatot, ennek ellenére szerintem pontosan, hogy nem volt az. Se nem voltak egyenlőek ebben, nem voltak egyenrangúak, és nem voltak őszinték egymással. Tisztázzuk, nem fogunk ilyeneket csinálni, jó? Tehát már most szólok. Ami a lényeges egyébként, hogy a könyv nagyon jó meg lett írva. Ha szeretitek a fordulatos, izgalmas krimiket, thrillereket, akkor mindenféleképpen ajánljuk. Azt ne várjátok, hogyha kinyitjátok a lapokat, akkor folyni fog belőle a vér, mert hála Istennek, legalábbis nekem, én nekem az nem is hiányzott belőle. Tehát nem. Nem olyan, mint mondjuk a negyedik majom, nem olyan, mint a negyedik majom, ahol le volt írva, hogy a patkány rá... engedték a nőnek a hasára, tehát ilyenek nincsenek benne. Vannak itt nem. Az első, meg a második rész. Hogyha szeretnétek egy jót olvasni, de nem vérfolyósat, tehát az ilyen enyhébb krimit kedvelő, inkább csavaros volt ez a történet, nagyon. Mint krimis, tehát inkább thrilleres volt, vagy thrilleres, ahogy a Geri szokta mondani. A borítóról már beszéltünk, a szereplőkről beszéltünk, mondjunk egy pár szót a végében kapcsolatban. Szerinted igazságos? Hát, hogy igazságos, én azt nézem, hogy igazából a két gyerek miatt szerintem ez volt az egyetlen lehetséges befejezés. A lényeg az, ha házas vagy, vagy leszel, akkor inkább egy kis golfozással, teniszezéssel, vagy hasonló B. Szóval ne ilyesmivel... Szóval ne ilyesmivel dobjátok fel a házas életeteket, hanem sokkal inkább humános... És valami milyen szerencsés benne. Vagyok, mert nekem két elbűvölő feleségem van itthon. Miért? Hát mert te vagy a másik. Oh, köszönjük még egyszer, hogy elolvashattuk ezt a remek könyvet. Így van. Nektek pedig, kedves nézők, ajánljuk, hogy olvassátok el bátran, mert nem fogtok csalódni. És lássátok, és mint most mondta a nejem, van benne egy férfi arc is a késben. Igen! Tehát nézzétek! Ott igen. Ezen kívül pedig, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot. Hogyha nem iratkoztál még fel a csatornára, akkor kis puktoni vagy, akkor tedd meg. Ezen kívül majd a következő videóval. Így van, valami teget kitalálunk. Addig olvassatok sokat, olvassatok idegen nyelven. Sziasztok! Tisztázzuk, nem fogunk ilyeneket csinálni, jó? Tehát már most szólok. Nem bírja ki.